Hölgyeim és uraim, kedves vendégeink, jó estét kívánok, dicsértessék a Jézus Krisztus! Köszönöm, hogy megtisztelnek bennünket jelenlétükkel. Tisztelettel és szeretettel köszöntöm a kedves közönséget itt a színházteremben, a György István Katolikus Általános Iskola szülői munkaközössége által szervezett bár nyilvános műsoros estén. Megkülönböztetett tisztelettel köszöntöm Gulyás Zsolt plébános urat, érseki tanácsos, iskolánk lelkivezetőjét, aki később csatlakozik hozzánk. Szeretettel köszöntöm Pánti Judikót, az iskola nyugalmazott igazgatóját, önkormányzati képviselőnőt. Tisztelettel köszöntöm Szabóné Fábián Évát, a szülői munkaközösség elnökét, a jótékonysági bál főszervezőjét, aki a hátsó sorokban készül a műsorra. Szeretettel köszöntöm Tamásné Cinege Csilla, adószakmai ügyekért felelős helyettes államtitkárasszony és párját. Tisztelettel köszöntöm Molnár Pál önkormányzati képviselő urat, az iskolaszék elnökét és párját. Szeretettel köszöntöm dr. Kanász Nagy László képviselő urat és párját, dr. Perke Judit asszonyt, a Karcagi Római Katolikus Egyháztanács tagját. Köszöntöm Kun Jánosné egyháztanács tagot. Szeretettel köszöntöm Karcagi Nagy Zoltán képviselő urat és párját. Üdvözlöm dr. Kovács László képviselő urat és párját. Szeretettel köszöntöm Nagyné László Erzsébet önkormányzati képviselőasszonyt és párját. Tisztelettel köszöntöm Teleki Zoltán rendőralezredes urat, kapitányságvezetőt és párját. És nagy szeretettel köszöntök minden kedves vendégünket, aki támogatja bálunkat azzal is, hogy részese a mai rendezvényünknek. Itt a köszöntés helyén szeretném köszönetet mondani a mai este fővédnökeinek és védnökeinek, akik köszönettel elfogadták a felkérést, a védnökséget és támogatják rendezvényünket. Sajnos más hivatalos elfoglaltságuk miatt csak lélekben tudnak velünk lenni. Dr. Fazekas Sándor, földművelésügyi miniszter úr, térségünk és városunk országgyűlési képviselője levélben üdvözli a mai este vendégeit. Engedjék meg, hogy tolmácsoljam miniszter úr üdvözletét. Üdvözlet a Györfi Jótékonysági Bál résztvevőinek. Tisztelt igazgatóasszony, kedves bálozók! A Györfi István Katolikus Általános Iskola jótékonysági bálján tisztelettel köszöntöm az est házigazdáit, szervezőit, a szülői munkaközösséget és minden kedves bálozót. Tavaly az 1956-os forradalom és szabadságharc emlékévében felidéztük, hogy miként tűnt el a magyar vidékről a sorsát erős kézben tartó gazdatársadalom és vidéki polgárság. A diktatúrák legnagyobb ellensége mindig a társasági élet, ahol a gondolatok szabadon gazdát cserélhetnek, az élmények pedig összekovácsolják a helyi közösséget. A tiszteletadás mellett az emlékezés gazdasági, szellemi és lelki építkezésre is sarkalt minket. Arra, hogy visszanyúljunk a gyökereinkhez, és felélesszük a magyar vidék hagyományait, egyedülálló kultúráját, amelynek a bálozás épp úgy meghatározó része, mint a kemény munka. A magyar nép tudósa nyomán, ahogy Illyés Gyula hívta egykor a programsorozat névadóját, a Györfi Napok kiváló lehetőséget nyújtanak arra, hogy feltárjuk, átörökítsük azokat a népszokásokat, polgári hagyományokat, amelyek évszázadok óta éltetnek és megtartanak bennünket a Kárpát-medencében.
A legjobb befektetés a jövőbe az iskolák, a diákok támogatása. Köszönöm a szülői munkaközösségnek, hogy kezdeményező készségünkkel sokaknak szereztek örömöt a mai estén, egyúttal lehetőséget biztosította a nagylelkű adományozóknak arra, hogy támogassák a felnövekvő nemzedéket, a jövő Magyarországát. Budapest, 2017. február 25. Üdvözlettel, dr. Fazekas Sándor. Köszönjük miniszter úrnak a kedves szavakat és az adományát. Isten áldását kérjük életére és munkájára. Ugyancsak adománnyal támogatja a jótékonysági bál Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter úr, a bál fővédnöke. Továbbá a bál védnökei Kovács Sándor úr, a megyei közgyűlés elnöke, és Dobos László polgármester úr. Köszönjük adományaikat! Kérem a Jóisten áldását, és kívánok jó egészséget és sikereket munkájukban és magánéletükben egyaránt. Kedves bálozók, kedves szülők, hozzátartozók, kedves vendégeink! A Györfi István Katolikus Általános Iskola életében az elmúlt napok igen mozgalmasan teltek, hiszen ilyenkor februárban emlékezünk meg a Györfi Napok keretén belül iskolánk névadójáról, a jeles néprajztudósról, Györfi Istvánról. Igen sikeres rendezvényeket tudhatunk magunk mögött. A kistérségi, városi szintű versenyeink, pályázataink iránt nagy volt az érdeklődés. A kistérségi English is Fun angol nyelvi versenyen 5 település 8 iskolájából 47 kiváló angol tudással rendelkező felső tagozatos tanuló mérte össze tudását. Külön öröm volt számunkra, hogy köszönhettük az Egri Főegyházmegye fenntartásában lévő Jászberényi Nagy Boldogasszony két tannyelvű katolikus általános iskola versenyzőit is. A városi olvasóversenyen 24 alsó tagozatos tanuló vett részt. A városi helytörténeti és néprajzi pályázat 24 pályamunkáját díjazta a szakmai zsűri. A Hozzunk létre Györfi galériát rajz és makett pályázattal, galériánk 52 rajzzal és 7 makettel bővült, melyet az iskola aulájában állítottunk ki. A Mozdulj Györfi sportversenyen az egész felső tagozat rajzhoz állt, míg a nagy sikerű 18. Györfi néptáncgálán az iskola valamennyi tanulója lopta a táncot a színpadon, a szülők és hozzátartozók nagy örömére. Köszönjük a szülők érdeklődését a nyílt óráink iránt. A Györfi Napok 2017 programsorozat záró rendezvénye a mai jótékonysági bál. Hagyomány iskolánkban, hogy a 2-8. Osztály a bál kezdetén nyitótánccal szórakoztatja a kedves közönséget. A Györfi szintársulat pedig vidám műsorával csal mosolyt az arcokra. Kedves szülők! Tisztelettel megköszönöm, hogy lehetővé tették gyermekeiknek a mai estén a fellépést, valamint köszönöm minden osztályközösségnek a felajánlását. Köszönöm a szintársulatnak a műsorát. Hálás vagyok a szülői munkaközösségnek, hogy megszervezte a jótékonysági bált. Mindannyiuk odaadó, önzetlen munkáját nagyra értékelem és köszönöm. Kedves adományozók! Köszönöm nemes lelkű adományaikat, amelyet a szülői munkaközösség felajánl a nyelvi laborral a nyelvtanulásért alapítványnak, mely az iskolát támogatja szerte ágazóan. Kedves közönség! Szeretném tájékoztatni Önöket a tavalyi báli bevétel felhasználásáról. A Kossuth téri iskolaudvarunkon a fenntartó Egri Főegyházmegye, a szülői munkaközösség, a diák önkormányzat, a városgondnokság közös összefogással létrehozott egy játszóteret, ennek kialakításához az alapítvány 1,7 millió forinttal járult hozzá. A József Attila utcai iskola épületünkben a nyelvi laborba vásárolt új tanulói padokat és asztalokat 511 ezer forint értékben. Továbbá anyagilag támogatta versenyeinket, rendezvényeinket. A Györfi István Katolikus Általános Iskola valamennyi dolgozója és tanulója nevében köszönetemet fejezem ki. Az idén nagy vágya az iskola nevelőinek és tanulóinak a néptáncos ruhatár felfrissítése. Az idei bevételből erre szeretnénk fordítani.
Henry Drummond szavaival köszönöm meg figyelmüket. Ahogy visszanézel az életedre, mindig azok a pillanatok magasodnak ki, amikor másokért tettél valamit. Kedves közönség, átadom a szót Posztósné Gyarmati Éva tanárnőnek, aki a mai est programjával ismerteti meg önöket. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, mindenkinek szép estét, jó szórakozást kívánok! Én is szeretettel köszöntöm kedves vendégeinket, és szeretném beajánlani az esti műsorát. Hagyomány már, hogy évente a bál előtt a nyolcadikosok nyitótáncot mutatnak be, azt követően pedig a szülőkből, pedagógusokból és gyerekekből álló Györfi Színtársulat műsorát láthatják. Elsőként a 8. A-osztályjársági táncokat táncol, kérem fogadják őket szeretettel. Köszönöm faromnak, farom járását.
megköszönöm a 8. A hangulatos műsor indítást. Most pedig szeretném elmondani, hogy a táncot Oroszlin Milinkov Ferita tanárnő tanította be, és az osztály szeretné, hogyha felfáradna a színpadra és megköszönni a munkáját, valamint szeretnék a színpadra kérni Andor Lászlóné osztályfőnököt a sok segítségért. Köszönjük szépen mindkettőjüknek a munkáját. Most pedig szeretném bemutatni személyesen a táncos lábú 8-osokat. Elsőként Gipa Natália, Házi Balázs. Cinka Gabriella, Nagy Sándor. Komáromi Lili, Kis Attila. Bakó Tünde, Kis Gergő. Giba Adrien, Józsa Szabolcs. Jenei Nóra, Beke Ferenc. És Kis Nikoletta, Perla István. Még egyszer megköszönjük az osztálynak a táncot. Most pedig a 8. B-osztály tánca következik. Az osztály bajor táncokat mutat be. Fogadjuk őket nagy tapsal. Thank you.
mondom, banya, nulla végül, jól lári. Hangulatos bajor táncát, és engedjék meg, mint büszke osztályfőnök, most őket is személyesen bemutatnám. Agócs Laura, Kocsis Bálint. Fazekas Bence, Márki Nóra. Kardos Luca, Gál Kristóf. Pesti Kitti, Juhász Balázs. Tóth Mikolett, Kántor László. Karácsonyi Nikolett, Kis Krisztina, Tasi Erika. Kövesi Zorka, Esznagy Lóra. Alexandra, Házi Balázs. És itt szeretnék megköszönni Balázsnak a közleműködést, ő az A-osztályból segített ki bennünket. Mihály Panna, Nagy Lajos. Molnár Petra, Nagy Ákos. Pánti Katalin, Sánta László. Veres Angelika, Szilágyi Levente. Nagy Laura, Szőke Evelin. Itt is szeretném elmondani, hogy ezt a táncot is Oroszné Milinkó Felita tanárnő tanította be, és az osztály szeretné szintén megköszönni a munkáját, úgyhogy megkérem, hogy fáradjon fel a színpadra. Még egyszer gratulálok az osztálynak. Most pedig következik a Györfi Színtársulat műsora. Hosszú heteken, mondható hónapokon keresztül készülnek mindig, hogy önök ezt a műsort láthassák. A műsor címe Tragedy of Petty Man, vagy az emberke tragédiája. Fogadják szeretettel. Nagy érdemű publikum! A mai színeművészeti előadásunkban visszanyúlunk a gyökerekhez. Felveszünk a létezés nagy kérdéseit. Honnan? Hová? De miért? Hogyan teremtődött az ember? Nevezzük Ádámnak, és az ő oldalának bordája
Éva. Ezen két főszereplő kis életén keresztül világítunk reája a fokozódó társadalmi problémákra, és adunk választ a tudásra szomjúzóknak. És megoldjuk szorongó szükségleteiket. Merüljünk hát el a történésekben! Volt egyszer egy jó istenke. Azt gondolta magában. Nincs internet. Unatkozom. Nem ülök itt hiába. Megteremtem a világot, de olyat, amilyet eddig még tudni, hogy senki nem látott. Sincs. Teremteni vágyom! De miért? Teremtettél már annyi állatot? Hát az igaz, de most a saját tökéletes képmásomra megteremtem az ember. Na mi? Ehol vagyok. Mondom a saját képmásomra! Hát, be van fejezve a nagymű! Igen. A gép forog, az alkotó pihen. Különben is nincs olyan szép pörös színe, mint nekem.
És ilyen hosszú farka sincs, mint nekem. Ide figyelj, Luci! A teremtő én vagyok. Ezért csak hódolat illetés nem bírálat. Nem adhatok más, csak mi lényegem. Dícsér eléggé ez a hitványsereg. Na ide figyelj, te pofófajzat! Na! Különben is vagyok olyan vörös, mint te. Hát a pofád, a? És van olyan vastag farkam is, mint neked. De teremtőm, nincs itt minden rendben, hiszen még az állatoknak is párja lészen. Nem tudnál nekem is teremteni valamit? Mondjuk még a héten? Hát teremtőként nékem ezzel nem is lenne különösebben gondom. De tudod, néked is áldozatot kell hoznod. Esendő testedből kell, hogy megteremtsen párodat. Nem, nem. Ehhez viszont el kell távolítanom az egyik oldalbordádat. Nem fog fájni. Hát nekem biztosan nem. Na, vágjál bele! Na. Üha, angyalom! Egy sárga angyal valami eszköz kéne. Vörös már! Isteni fűrés! Na, nézzük! Úristen, ez belül is olyan valami kívülről! Hát elég érdekes bordája van. Na, megpróbáljuk belőle, hát, ha kijön valami. Tadám! Ez meg mi? Főni! Ez a cucc levert a lécet! Egy vastag volt, hallottad? Köszönöm! Nem tudnál valamit? Ebből, amit belőlem kiszedtél, csak ennyi sikerült? Nem lehetne valamivel szexisebb? Hát, próbáljuk. Ugye nem piszkálod? Jóval rakd össze! Jobban teljesít, ennek egy része rizsa. A mennyei büdzséből ennyire futotta és kész. De miért? Különben is éhes vagyok, vitaminra vágyok. Elfogyott az erőm a nagy átalakításon. Most tetted ide és már hisztizik. Mit csináltál már megint? Teremtő, ha tudtál 6 nap alatt egy világot teremteni, csak tudsz nekünk egy kis multivitamin keverni. Hopp, hopp! Rubli, tessék! Igény, tessék! Valami kerekdett, piros posgás gyümölcsre vágyom. Dinnye! Tú,
tudom, hogy almát akar, de az itt most tilos. Mi ez? Csak nem egy csikló. Á, ez egy vámoszemes kobra. Nem ismerhetik mindenki? Kislány, drága szágom, én tudok neked a pult alól adni almát, némi kis kalári. Aranyalma, országalma. Fúj, kukacos. Még bár. Inkább a pirosat akarom. Oh. Mi ropog a fogad alatt? Reggel alma, délben alma, attól nő a keblem halma, oh. Almát eszem. Hát hiába mondám nektek, az alma tiltott gyümölcs, tiltásom mégis megszegtétek. Éppen ezért legyetek hát kiűzetve az édennek kertjéből. De miért? Hőném, ennek megen elbukta. A csaj elvitte a balhét. Figyelj! Ezek mindig el fognak bukni. Ne hallgass el! Na, ki bele a paradicsomból? Na, menjünk! Ádika, ne sürgess már! Hogy egyet meg ezt az almát! Még a végén legyen ezt a gyümölcs csukkát! A szép asszony nyaltát kitolna? Nem, ne tessenek idegeskedni. Csak áttipeg egy másik korma. Éván bolhán az anyjomban királynő lesz Egyiptomban. Nagyon finom volt a dolga, körülötte, mint a pejva a sok férfi szorga. Mindannyian kegyét lesték, így tölti a napot, estét. Cézi! Cézi! Hol a bánatos szfinx, meg kódorogsz már megint? Kiáruzsítás volt a főtéren. Hoztam neked bársárfiát. Na és kik ezek? Ők itt, Zui és Mutil, az új manuális légkondit. És mennyi garancia van rajtuk? Az az igazság, mikor elkotyogtam, hogy neked lesz, ó, gyönyörök asszonya, a kereskedő azt mondta, egyetlen perc sem, mert te oly fordulaton használod majd őket, hogy nem jósol nekik hosszú élettartalmat. Na, akkor megint rácsóztak valami gagyi cuccot. De miért? Legalább próbáljuk ki őket. Jól utat rondozol?
Indítom a légfúvallatot. Átadom a távkat. Már a kis Ánes Dubez. Ó, Kufircon! Oly rég láttalak. Látom, remekül felgyógyultál a gyorshajtásos balesetedből. Légy üdvözölve, ó Cézárom! Igen, már remekül vagy. És te? Igaz, hogy elmúlt a vízigoltölő karod? Kóros remegése? Igaz, igaz! Sajnos! De miért? Ha már körben nyaldostátok egymás sebeit, most már segíthetnétek kiszállni a madár, hanem szamártejfürdőből. Nagyon elfumiszosodott, és most már piszkosul csípi a piros pozsgás popikámat. De azért jó volt. Építész! Építész! Itt vagyok már, úrnő. Parancsolj velem. Építész, hogy áll már a piramisom? Már is hozom a terveket. Hogy ez milyen kicsi? De hisz ez egy szar! Kofág! Hogy függ benne eltemekni Kleopátra koporsóját? Ételi, italát, harci szekereit, kincseit és összes rabszolgáját. De hogy fog ez mind beférni? Eddig is tudtam, hogy milyen butik vagytok, de nem is az eszetekért tartalak benneteket. De miért? Építész, mikor lesz kész a piramisom? Nagyon jól halad. Már majdnem elkezdtük. Az igazság, hogy a birodalomban elfogyott a mészkő. De miért? A fejem is belefájdul. Jöjj hozzám, papnőm! Hívattál, ó úrnőm! Isteni útmutatást kérek, ha már ezek a férfiak nem tudnak választani kérdésemre. A csillagok és a bolygók állása szerint hosszú életed lesz.
Még földi életedben elkészülhet piramisod. Behívom tanítványaim, hogy az ő egeszelő táncuk elnyerje az Istenek tetszését, és rámosolyogjanak terveinkre. Valami vért és cirkuszt. Cirkuszt! 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 Cirkuszt akartok? Uh-huh. Na, azt itt megkapjátok. Van egy piszkos jó ötletem. Na, húzzátok ki azt a két szerencsétlent az oroszlán torkából. És a vér?
oroszlánok! Vacsora! Teljesültek a feltételeink. Eddig nem dolgozunk tovább. Gyerünk, srácok! Irány Kühlhorn! Ott talán megtaláljuk a megérdezett szükséges feltételeit. Szézi, nekünk itt nem lesz piramisunk. Királynő létére, allergiás a szamártejre. Melyek különben is, nem tudtak egy nyomorult kis piramist összetaszogatni? Látom, hogy ez elég gáz, de tudod mit? Újabb fogadást ajánlok. Legyen dupla vagy semmi. Oké. Ha most nem akarok nagyot bukni, akkor ezt kell tenni. Ja. Átteszem hát Évát a sötét középső korba, hogy legyen ott segedelmére sok-sok oldalborda. Nézzük meg a középkorban, mi történt a nagy nyomorban. Jött a csúnya dögvészecske, hullané, mint a legyecske. Lássuk, hogy boldogul Éván, ez a tűzről pattant menyecske. Kérget, férget, üss bele!
Szikrapattan, folythatatlan, ég a munka, forra patlan. Lócson csákán pikeje, égi konkol gyökere, múmia léhiszonya, cápa sózott uszonya. Tigris bele, kell még bele, szörnyű lesz az ereje! Szikrapattan, olyhatatlan, ég a munka, forra patlan! Bal hüvel, kem vizsere! Gonosz lélek közeleg! Alig rottyan fel a kotyvalék, egy csuhás alak közbeli. Boszorkányság ez, és bűbáj! A nagy inkvizítort halljátok, a Béla. Bűnös vagy, asszony, és büntetésed halál! Úgy fogsz majd égni, mint a rongy a mágyát. Szép kisasszony! Ide, ide! Ide csak a mágjának! Ne vonakodjon! Hallgasson a Béla! Ó, Bélám! Én idolom! Szuper inkvizítorom! Nézd rám! Én esendőre! Nem rosszult ez a főzet! Fári, fári! Velem te nem fogsz kibabrálni! Tűzmester! Tűzmester! Ne tétovázz! Gyújts alá! Pörköld meg a tomporát! De miért? Miért, miért? Mert olyan égetni való! Na ezt én már többször megmondtam. Vajon hova mehettél? Vajon hova mehettél? Ádámból.
Nem segít a szép szó Éva, nem hagyja meg a kemény Béla. Bűbáj, bocsáj, rákacsint, le is teríti a pasi. Ez a főze! De jó nekem! Gyógyítja az aranyerem! Hogy erre rájöjjön, azért kellett egy bombatest is. Mégiscsak jobb az, mint egy pusztító test is. Jó ez a cucc! De jó ez a főzet! Hatott is a mi Bélánkra, ledobja a pelenét, a szívét meg Prédának, és hinti a poénos refrént Pénánál, Pénában. Eddig gyűlöltelek, de most már vágylak, s most, oldhatatlan hévvel kívánlak, az vagy nekem, mint testnek a kenyér, s lelkem miattad örök harcban. Megosztanám véled, ifjú éltem, és akkor ez a mágia nélküled ég le. Ha érted, miről van szó? Ezek megint leégtek! Elhallgass, te vörös tenebad, mert hátra kötöm a farkadat! De miért? Miért? Egy seregnyi orosz ért a tajgában. Menjünk hát egy más korba, oroszkorba, Várnába, Szamovárnába. Menjünk, rosszakodjunk, ígyunk vodkát! Na, de vaj! Az ország, hol a mosoly az arcra fagy, nem más, mint a reális orosz, a nagy. Benne a tömény unalom, melyben megáll az agy. Igazat adsz, ha kicsit is részese vagy. De a nő ott is örök, ki válik a páros létre, bár alig van férfi, ki csalná őt létre. Hiszi, hogy lesz egyszer, kit magához láncol, ha nem, át a tajgán a farkasokkal táncol. Mása! Mása! Gyere már! Hozd már valami gyertyát! Már megjelent meg az állam! Világos! Világos, világos! Irina, ha az lenne, most nem kutatgatnék a gyufa után? Jaj, ne vérkejjél! Tegyétek már le a fegyvert! Világos! Ne vitatkozzatok! Hiszen olyan szép nap van ma. Ma van a szülinapom. Egyébként is ez Neon? Eon, Olga. Eon. Ó, bocs. Hány éves is vagy te, kis vakarék? Ma vagyok 40, és még szüleimnél lakom. Pedig ez nagy szó, mert nemrég még itt állt egy gárnyizó. Meg annyi fels fiatal katonával. Ennek röpke 20 éve, Irina. Akkor még a mámuska, sajnos, őszen vigyázott az erkölcseinkre.
Szerintem túl jól is. Még ma is kísért a szellem. Ma olyan szép nap van. Ma van a születésnapom. Istenem, csak egy kicsit idéz vissza nekem azt a csodás orosz diszkó! Úgy látom, ma különleges nap van. Igen! Iván Ivanovics Szopornica! Ma különösen gyönyörű nap van. Tudja, éppen a gárnyizóról beszélgettünk, mintha csak ma lett volna. Pedig akkor még maga sem szedte a biográt. Na meg, ahogy elnézem, már a prostavolúno is elkészült. Így van, kedvesem. De akkor ám még nem éltem Tutyi Mutyin. És mégis nyert a Putyin. Milyen van az életed és fiatalember is hátul? Hát nem ismeri meg. Ő Fányat Fányatovics Vinyó. Apánk egykori segélytisztje. Nagy túlélő. Harcolt török, tatár, mongol, kínai, bolsevik, menshevik ellen, és biztos hiszem ott lesz az aurórális ostrom idején. Legfeljebb majd Csernobil pusztítja el, akkor meg majd sugárzó arccal fog megtenni. Legtöbbet a női egyenjogúságért harcol. Én minden nőt egyenjogúnak tekintett. Már tudom, akkor róla mondták, hogy minden nőt fel tudott izgatni. Még a kupiban is. Őket például azzal elfelejtett fizetni. Hagyjuk aludni, biztos most is valami kényeset álmodni. Egyébként is olyan szép nap ez a mai. Születésnapi lázban égek. Forró a testem, bérő. Jaj, de buta vagyok. Na végre. Majd elfelejtettem. Boldog születésnapot, Olgi! Szó! Annyira gyönyörű! Köszönöm! Pontosan erre vágytam! Kedvesen, szeretnél én folytatni a sorot? Fogad szeretettel! Ó, annyira szép! Köszönöm! Nem baj. Hát most... Szeretnék én is boldog születésnapot kívánni! Ó, köszönöm. Jó, én mi lehet ez vajon? Ó, mi meglepő! Ugye? Milyen nagy! Milyen kövér! Én ezt szumó várnak fogom elmenni. Hogy ti milyen ötletesek vagytok? Tudod, Olga, mi megbeszéltük a másával, hogy milyen ajándékot tegyünk neked. És arra vigyáztunk, hogy nehogy ugyanaz legyen az ajándék. Á, rögtön tudtam. Olyan aranyosak vagytok. Kár lett volna nem egyeztetni? Mi ez a hang? Ez a muzsika hangja? Szerintem a muzsikok hangja. Biztos ők is jöttek köszönteni. Jó, de jó! Ezredes, parancsolja be őket! Így is tudás? Kedves
kedves Olgám, legyél major dolgám. Zúgja dicsőségét a Volgám. Kis kegyed előtt szeretettel állunk. Boldog születésnapot kívánunk. Szó, szó, szó. Ó, milyen szép ez a nap! Milyen változatosak az ajándékok! És ennyi férfi, ez mind az enyém! Hát, tényleg ez a legszebb női kor. És már látom a jövőt! Szamovár kereskedést fogok nyitni. Ez nagyszerű, Olgi, de most jön az est fénypontja. Mondhatnám, hab a szamovárokon. Elhallgass, mert fűbe maradkolnak. De miért? Miért, miért? Mert nem ér fel az a cseppnyi eszed ehhez a magasztos kultúrához. Bla, 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 bla! Hagyd már ezeket a szerencsétleneket szórakozni egy kütyükön! Jó van, de a látottak alapján eddig én eléggé szar szlop. Csehül érzem magam, csehül. Menjünk tovább. Prágába. Prágába? Sörözni? Vodkára? Sörözni? Nézzük meg! Jó, menjünk! Hű, ezek de rosszak lettek, énekeltek, ittak, ettek. Évi, Ávi, gonosz csontok, elvetettek minden gondot. Évi, sört főz Prágában, Ádám, Vedel, Balkában. Te csöpp ember! Jól vagy? Iszol te eleget? Iszom én a sört, szívem csücsöket! Le is aprózzad jobban, töltsed ide a lelepést, a gödörbe. De én is estem én lazán, de igazán, itt ló a gödörbe. Egy kis féget, kevéskét ebbe a csöbörbe. Ferdülj, fordulj, reppenj ide a keblemre! Ne törődj semmivel, járjad csak kedvedre! Yeah.
szívesen. Hát már régóta figyelem. Jönne táncolni veled? Tobozásra hív. Mennem kell. Szívem, csak te utánad epedez. Várlak hűen, ó, én drága kedvesem. Kocsmárosné galambom, kérdezek, míg szólni bírok, milyen színű a vér? Sárgás, bor? Etám, piros? Piros lelkem, galambom! Egészen bizonyosan nem sárga. Tuti biztos, megmondtam! Akkor én most súlyosan megsebesültem. Mi történik itt a művemmel? Ez a sok duhaj, alkoholista, nem tiszteli, mit alkotám? Nem, hát. Egyébként régen én is féltem az alkoholistáktól, de ma már tudom, hogy nem bántunk mi senkit. De miért? Miért, miért? Egyébként az élet szép. De néked magyarázza. Neked magyarázod? Menjük tovább. Ha beszól. Hát nekem beszól. Beszóljál be. Átszaladunk másik korba. Hát ez meg már mi a csuda? Távolban egy szürke malka csorda. A legelő tálalva ez a vacsora. A pusztában hura ala. Mi kezel? Csak nem magyarok! Tessék, tessék, csak el ne essék! De figyeljenek, emberek! Vegyenek! Vigyenek! Magyar anyák, magyar apák, megjöttek a vászongatják! Ide merek, oda merek, megjöttek a bőrbekecsek! Aki nem vesznek a barásza, legyen az anyja! Valahol várja! Vége van, ás, nincs maradás, gazdát talál minden! Hatás! Hogy a moccab? Bente egy moccab! Három rajtszár, két végmoccab! Ide nézd, török nézd! Tele cukor, tele méz!
De csend! Hallgatja! A féreg az feltárul a jövő időnek ajtaja. És a féreg járaton belép egy fura alak. Hova az ördögbe kerültem? Hová, hová? Ez itten a magyar puszta. Pusztában egy kurta kocsma. Őni, ha hogy beszélsz? Hogy, hát magyarul. El magyar ázza. De miért? Kérlek, magyarázd el, miért ezek a magyarok? Tudod mit, Puci? Majd maguk a magyarok elmagyarázzák. Kun, egy pár, egy fél pár. Na most akkor ezek hunok, vagy magyarok? Az ördög se érti ezt. Különben is hol a pár? Nem látok más, csak egy kis... motyóbabát. Motyogatok? Nem látod? Hát te ki vagy? Te szarvas, patás, hosszú farkú ördögbütyök. Úri! Én már nagyon ki vagyok. Na de te? Te magyar vagy? Aja, bábul! De van még rajtam kívül is magyar. Csak tudnám, hogy hol van. Hol vagy, Józsi, hol vagy, Józsi, hol vagy, hol vagy, Józsi, 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 én minden nőnek csak a javát akarom. De ki az a fekete szájú ott melletted? Ő Levente, a néma. De miért fekete a szád, ember? Nem süket, te süket, néma. Béla, az előbb azt mondta Levente. Esküszöm, hogy te vagy a süket. Milyen a hallásod? Balad vagy nem vagyok én hallásos. Hát akkor... Mossák üveg, ördög bütyök! Hú, de kristálytiszta zsír! Az nem is kevés! Hú! Na, Levente, mondd csak el, miért is bokréta a magyar az Isten kalapján? Kiváló! Hello! Az az activity-zél, barátom! Mi van, a melegeknek nagy lábuk van? Anya, adám egy csőr! Jól van, értem már. A magyarok pánikullában is szeretik melegen tartani a lábukat. Ne. Ez így van, főleg Sopronban. De mi az a sötétség ott a szemén? Talán belülről jön? Az egy napszemüveg, te balga! Levente, mutogass meg, mire is jó a napszemüveg? Thank you.
magyarázd, magyar, hogy milyenek a madarok. Megmutatja? Nagy, homok. Buli van a sivatagban? Az ördög be is veled. Annyi eszed van, mint egy talicska majomnak. Mi magyarok mindent meg tudunk javítani szigetelő szalaggal. Akkor meg miért nem azt mondja? Ott van a pofájá, miért nem azt utogatod? Ne kezdesz már állandóan. Így is mindent elér, amit akar. Így van, Levente. Na ide figyelj, Levi. Ha már ennyire ügyes vagy, énekelj már nekünk valamit. Elmész, Jauska, te a csába!
szagolt a farpofáját! Nem messze van, ide öcsön! Minden koron ül egy köcsön! Ez a regény, igen regény! Csak egy kicsit hülye szegény! Eltörzem az örbebotom! Adj ide a szikszalagot! Fel az élettortát. Bizony, bizony. Mondd ám én ki néktek. Én te mám a rizsát, mint a nagyok. Csak figyeljétek! Márhogy ember gűz és bízva bízzál, szaporodjál, sokasodjál, egyél, igyál, mulatozzál, tisztán vizet sose igyál. És ha így van, ne változzál. És ki nékünk ételt, italt adott, annak neve legyen áldott Zsamó! Zsazsé! Húztat idány, csak azért tíz, a pokol tüze égjen néki! Húzzon csak ki virág a férfad a nő, húzz még a szívemmel és hajnal a nő, míg elfelejtem a csapkodat, húzzon az én módán. Kedves közönségünk,
ezennel műsorunk véget ért. Szeretném önöknek bemutatni a Tragedy of Pretty Man, vagy az Emberke tragédiája című magas rögtű, kulturális produkción lelkes szereplőit. Először is az első A-osztályosokat, akik kedves tűztáncukkal tápláztattak el bennünket. A harmadik A és az ötödik A osztály tanulói magyar táncot mutattak meg nekünk, amely szintén gyönyörködtünk. Az egyiptomi szín színvonalát emelte az ötödik A-osztályos táncosa. Az iskola egykori tanítványai, akik már a gimnázium padjait koptatják, almatáncot és botos táncot mutattak be nekünk. Kis Ágnes, Kis Gergely, Szabó Kira és Zsemberi Zsara. Magyar Tibi, Magyar Gyuri, Borzavaj. Szentanainé Marika, Nagy Edit, Horváth Tündet, Balogné Julcsi, Vasévi, Kapitány Anita, Magyarné Kelemen Ági. Olajosicus, Szentanai Zoli. Évi, Kacsándi Pisti, Cakájné Kollát Emese, Horváth Ági. Kisné, Csongordi Szilvi és Kis Laci. Marika és Zsemberi Józsi. Vasné Edó és Vas Gyuri. Kis Lajos, Kerekes Lajos. Kányai Vince, Szodorai Lajos, Fülöp Norbi.
Balogi Méz, Kapusi Lajos, Kuruc Pista. Szabó Dénes! Na, a reaktorunk Kovásné Mikola Évi. Most majd néhány nevet felsorolok, és azt kérem, akik hallják a nevüket, azok legyenek szívesek majd ide fáradni. A zenéket, hangefekteket válogatta és összeállította is Lajos. A hang- és fénytechnikát kezelte Cambó Klaudia és Mulit Zoli. Ők most is dolgoznak, bocsánat. A táncokat betanították Oroszné, Hillinghoff, Ferrita. Kányai Vince. Éliás Jani. Könyvet írták, Posztós Gabi. Kapusi Lajos. Zsembeli Józsi. Jelmezek, Kacsándi Istvánné. Szodorainé főzőnök. Kompanetné Icus. Kellékek készítésében segített Megyesi Takács Nikoletta. Décsei Böbe. Thank you.
Mondhatni napról napra, óráról órára változó szövegkönyvet írta Kacsán Bilisti. A késő estékbe nyúló próbák után a társaság éhét csillapította Kero. Rendezte Osztós Gábor. Végül, de nem utolsó sorban, szeretnék köszönetet mondani kedves közönségünknek a bíztató tetszés nyilvánításért, a sok-sok tapsért, melyen kifejezték a fellépők iránti szeretetüket. A bálozóknak jó szórakozást, a hazatérőknek pedig nyugodalmas jó éjszakát kívánunk. Bóné Fábián Évával, a szülői munkaközösség elnökével beszélgettünk. Először is szeretnék gratulálni, hiszen ön is nagyon alakított ebben a darabban. Nagyon szépen köszönjük, nagyon sok segítség. Inkább a szülőket illeti a köszönet, és nem minket, mert rengeteget segítettek nekünk. Mind a terem dekorációjában, ahogy látja mindenki, mind az előkészületekben, mind a jelmezek elkészítésében. Azt gondolom, hogy a Györfi Színtársulat már nem is lenne meg, hogyha nem próbálhatna hónapokig, már hiányozna. Hát majd egy kicsit szokatlan lesz egy idő után, de egy kicsit jó lesz most már pihenni. Fárasztó volt egy kicsit. De azt hiszem, hogy az, hogy már tavaly is idén is két előadást kellett tartani, az jelzi azt, hogy mennyire érdekli a város lakosait is, hiszen azért nem csak Györfi is hozzátartozók voltak most a nézőtéren. Hát jegyeket azt nem is tudtunk kiadni, tehát jelen pillanatban szinte már amikor a jegyek nyomtatásra kerültek, már elkeltek, úgyhogy nagyon-nagyon pár jegyük maradt meg. Tényleg nagy az érdeklődés, próbáltak volna rábeszélni bennünket egy harmadik előadásra, ez még nem sikerült, tehát azért a színtársulat miután nagyon-nagyon vegyes szereplőkből áll, végzettségben, munkahelyben, mindenben, nem igazán egyszerű egyeztetni sem a próbákat, sem a fellépéseket. Hát akkor majd lehet, hogy jövőre, hiszen gondolom, hogy a társulat tagjai már most elkezdték az ötletek összegyűjteni, hogy jövőre mivel fognak meglepni bennünket. Szerintem Posztós Gábor rendező úrnak már megvan az ötlete, mi még nem tudunk róla. Őt is nem soká kifaggatjuk, köszönjük szépen. Nagyon szépen köszönöm én is, főleg a szülőknek a munkájukat még egyszer. Köszönöm szépen. Posztós Gáborral beszélgetünk először, és gratulálok, hiszen ismét nagy siker volt a darab. Köszönjük szépen a kis csapatom nevében. Hogy állt össze az ötlet, tehát miért pont ezt a színdarabot választották? Hát ez már nyár óta alakult ez a téma. Mindenki hozta a saját kis ötletét, abból raktuk össze, volt, aki saját jelenetet kapott, Kaposi Lajos, Zsembeli Józsi, a továbbiakat meg összeraktuk hármasba, aztán került a nagyobb plénum elé, és utána mindenki a saját kis ötletével kiegészítve összeállt végül is az egész. Gondolom, hogy nem számolták össze, hogy mennyi próbaidő van ebben, de hát gondolom, hogy 100 óra biztos, hogy van. Így van, legalább annyi van benne, így van. A hármunké mindenképpen, de a többieké sokkal-sokkal többet meghaladja ezt az időtartamot. Meg volt a vastap, hamarosan kezdődik a bál, tehát egy picit el lehet engednie magát a társulatnak, de hát gondolom, hogy jövő héten már újból ötletelés kezdődik, hiszen azért készülni kell a jövő évi bálra. Így van, már megvan egy ötletről, már beszélgetünk, tehát ez még nem 100% természetesen, de gondolkoztunk már rajta, hogy mi az, amit meg lehetne valósítani. Szintén nagy társulatban gondolkodunk, tehát a 30-35 fővel szintén, de ez még hadd maradjon titokba. Akkor nem is a titokról kérdezem, hanem inkább arról, hogy mennyire nehéz feladat összehangolni, úgyhogy a gyerekek is
ráérjenek egy próbára a szülőket, a dolgozó kollégákat, tehát nagyon sokfajta munkakörben dolgozó ember van a darabban. Hát inkább itt a felnőttekről beszélnek, ugyanis a gyerekeket a kis tanítónénik, illetve a táncpedagógusok tanítják be, koordinálják. Nekem a feladatom inkább a felnőttekre szorul. Hát elég nehéz. Nagyon sokan dolgoznak vidéken, vezetőbeosztásban, sokat dolgoznak, mint azt mindenki tudja. Tehát elég nehéz. Olyan szinte nem is volt, hogy mindenki ott legyen a főpróbán. Volt olyan, hogy már mindenki jelen volt. Voltak az a legutolsó főpróbára érkezett meg külföldről, mert éppen szállítmányozási feladatai voltak, úgyhogy nagyon nehéz, nagyon nehéz. Azt gondolom azért a rutin már mindenkiben megvan, hiszen nagyjából állandó a törzsgárda a színdarabban szereplőknél, tehát ők azért már rutinból tudnak gyorsan szöveget tanulni. Igen, körülbelül egy olyan 6 éve állt össze ez a csapat, tehát kisebb-nagyobb változásokkal, inkább jöttek, tehát szaporodott a csapat. Hát a rutin az alakul. Mindenkinek, amikor elkezdődik az előadás, akkor az a bizonyos zapszem felszalad, addig nagyon lazák vagyunk, de akkor mindenki összekapja magát, úgyhogy így alakul ki ez a nívós produkció. Én még egyszer gratulálok, és akkor érezzék egy picit jól magukat, és engedjék ki a gőzt, ahogy mondani szokták. Köszönjük szépen, úgy lesz. Molnár Párral, az iskola székelnökével beszélgetünk. Először is arról kérdezem, hogy hogyan tetszett a darab? A színtársaknak először is szeretnék gratulálni, így a tévén keresztül is. Hagyományosan nagy sikerük van mindig, és hagyományosan nagyon magas szintet képviselnek, és ez sikerült most is teljesíteni ezzel az előadással is. Akkor az azt jelenti, hogy önnek is tetszett a darab, hiszen gondolom, hogy nagyon sok olyan jelenet volt benne, ami azért megnevetette a nézőket, és azért ez egy fontos. Természetesen én nagy rajongója vagyok a Györfi színtársalatnak, és bíztatom is mindig őket, hogy véletlenül se gondoljanak arra, hogy esetleg ez volt az utolsó előadás. Én ezt úgy érzem, hogy ameddig bírják egészséggel és akarattal, ezt folytatni kell. Hamarosan kezdődik a bál, hiszen mindig egy jótékony céllal zárul ez a Györfi heteknek a programsorozata. Itt azért sokan megmozdulnak az iskoláért. Fontosnak tartja ezt? Igen, rendkívül fontosnak tartom, hogy a szülők és a pedagógusok ne csak a hétköznapokon találkozzanak, hanem ünnepélyes keretek között, és ennek legjobb helyszíne egy ilyen alapítványi bál, ahol jótékonysági célra is gyűjtenek a technikai eszközök fejlesztésére, valamint ahogy hallhattuk igazgatónak a tájékoztatójából a báli megnyitónál, hogy játszótereket is építenek belőle. Na, azt gondolom, hogy fontos az a mai nap, hogy minél több bevétel legyen, tehát ez azt kívánjuk a jelenlévőknek, hogy minél jobb adatkozó kedvükben legyenek, hiszen akkor tudják önök is megvalósítani ezeket a terveket. Természetesen nagyon fontos a bevétel, de én talán ennyire fontosnak, vagy még talán ettől is fontosabbnak tartom azt, hogy itt jó emberi kapcsolatok tudnak kialakulni. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen én is. Kedves bálozók, ismételten szeretettel köszöntöm önöket. Tisztelettel köszönöm meg a színtársulat hangulatos, szórakoztató műsorát, 8-os és alsóbb éves tanulóink színvonalas tánc bemutatóit. Köszönöm a felkészítő pedagógusok, szülők munkáját. Hölgyeim és uraim, immár 21 éve, hogy Karcagon nincs báli szezon Györfi bál nélkül. 21 esztendeje Pánti Ildikó, az intézmény akkori igazgatójának biztató, értékes és érdekes kezdeményezése mára évtizedes hagyományán lőtte ki magát. Olyan alkalommá, ahol mindig az iskolás gyermekeink jövőjéért bálozunk. Köszönjük, Ildikó! Kérlek, fáradj ide, és fogadd szeretettel nagyra becsülésünk, és hálánk jeléül szerény virágcsokrunkat. Hölgyeim és uraim, a mai rendezvény fő szervezőinek is szeretnénk megköszönni, akik sem erejüket, sem idejüket nem sajnálták, és már hónapok óta a bál sikeréért dolgoztak. Önzetlen munkájukat nagyra értékeljük és köszönjük. Kérem, fáradjon ide a színpadra Szabóné Fábián Éva szülő, a szülői munkaközösség elnöke,
és Szakályné Kollár Temese tanítónő. Vegyék át hálánk és köszönetünk jeléjük a világosokról. Kedves válaszol! Tisztelettel felkérem Gulyás Zsolt plébános urat, iskolánk lelki vezetőjét, köszöntse a kedves bálozókat. Szép jó estét kívánok mindnyájuknak, Isten hozta önöket, és azt gondolom, hogy nagyon örömteli hangulat ez a farsang időszaknak az utolsó szombatja. Nagy öröm számomra, hogy ez a 21. Görfi bál az iskolát szolgálja. Igaz, hogy mulatozunk és jól érezzük magunkat, de a bálnak a bevétele elsődlegesen az iskolát és a gyermekeket segíti. És azt gondolom, hogy akik a Györfi István Katolikus Általános Iskolába járnak, gyerekek, azoknak a szülei is támogatólag vannak mögöttünk, és itt szeretnék köszönetet mondani a szülői munkaközösségnek, de Molnár Pál képviselő úrnak, a Városgazdálkodásnak az igazgatójának, akiknek segítségével sikerült a Kossuth téri iskolának a játszóterét felújítani. Öröm számomra, hogy az összefogásnak van eredménye, és szeretném, hogy ezt az összefogást a jövőben is meg tudnánk őrizni. Ahogyan említettem, a fő cél az, hogy a gyerekeknek segítsünk abban, hogy minél boldogabb gyermekkoruk legyen, minél nagyobb önbizalommal tudjanak neki kezdeni az életnek. Azt gondolom, az iskolában dolgozó pedagógusoknak pedig az a fő célja, hogy a gyerekek adottságain keresztül megismerjük bennük mindazt a jót, azokat a lehetőségeket, amelyekben majd boldog felnőtté válhatnak. Vekerdi Tamás gyermekpszichológus, mindannyian ismerjük, ő több jó tanácsot is ad a szülőknek. Az egyik jó tanács, hogy a szülők ismerjék meg a gyermeküket. Mert azt gondolom, a szülőknek elsődleges feladata az, hogy a gyermekében meglássa az Isten ajándékát, és mindazokat a lehetőségeket, képességeket, adottságokat, amelyben segíthetik őket abban, hogy boldog emberré váljanak. Vekerdi Tamás azt is mondja, hogy a szülők erősítsék a gyermekekben az önbizalmat, mert az egészséges önbizalomra szükség van. Azt gondolom, hogy itt az iskolában az egyik jellegzetes dolog a néptánc, ami én úgy gondolom, hogy elég szép eredményeket mutatott már és fejlődőben van is. Szeretnénk megtenni mindent azért, hogy a gyerekek a táncon keresztül még jobban ki tudják fejezni magukat, és érzelmileg is tudjanak fejlődni és növekedni. Vekerdi Tamás azt is mondja, hogy a szülőknek az a feladata, hogy boldog gyermekkort biztosítsanak. Ebben szeretnénk mi is segíteni, legalábbis olyan téren, hogy a tudás mellett a gyerekek az iskolában lelkileg, szellemileg is fejlődjenek. Talán kicsit hosszúra nyúlik ez a beszéd, de most szeretném befejezni. És nagyon köszönöm azt, hogy eljöttek erre a ma estére, és a támogatásukkal az alapítvány munkáját és főként az iskolát támogatják. Érezzék jól magukat, és nagyon szép estét kívánok önöknek, jó szórakozást! Köszönöm szépen Zsolt atyának értékes gondolatait. Kedves bálozók, a színház teremben már igazi báli hangulat alakult ki, én szeretném, ha itt is folytatódna. Tisztelettel felkérem Molnár Pál képviselő urat, az iskolaszék elnökét, mondja el pohár köszöntőjét. Köszönöm szépen a szót, tisztelt hölgyeim és uraim, kedves első és sokadjára bálozók, kedves fiatalok. Több mint 20 éve, pontosan 21 éve immár, hogy nincs báli szezon, Györfi bál nélkül. Ez a 21 éves kezdeményezés már a évtizedes hagyományá érett. Elnézést, ha nem tudtam pontosan igazgatóasszonynak a szavait idézni, ugyanis előttem néhány perccel ő mondta ezeket a gondolatokat.
de valóban ettől jobban nem tudjuk megfogalmazni azt, hogy egy-egy ilyen alkalom milyen jó arra, hogy az egymástól közel és távol élő barátok, szülők és pedagógusok egy randevút adjanak egymásnak, és egy közösen eltöltött est után merítsenek ebből örömet, boldogságot, reményt és jó kedvet. Jó, hogy így történik ez. Mert a találkozásokból nem csak a közösséghez tartozás örömét érezhetjük át, hanem sok mindent abból, amit önismeretnek, önbecsülésnek hívunk. Engedjék meg, hogy köszöntőmben én is önöket elhívjam egy rövid időutazásra, ahogy tették ezt a színpadi előadáson is. Nevezetesen arra az utazásra, ami 21 évvel ezelőtt történt Karcagon, csak a helyszín volt más, Karcag város sportcsarnok. Az iskola akkori vezetése és pedagógusai elhatározták, hogy létrehoznak egy olyan alapítványt, amely alapítványi bálon olyan neves cél érdekében fognak gyűjteni, amely az iskola technikai eszközöknek a fejlesztésére fognak fordítani. Ez megtörtént már 21. alkalommal, és bízom benne, hogy még legalább ennyi éven át ez az alapítványi bál folytatni fogja ezt a nagyszerű tevékenységét. És engedjenek meg itt egy személyes megjegyzést. Két évtizeddel ezelőtt még csak hallottam a Györfi bálok kitűnő hangulatáról, majd néhány évvel később én is részese lettem ennek a rendezvénynek. Akkor még nem tudtam és nem is sejtettem, hogy 21 évvel később már az iskola padjaiban a saját gyermekeimet is láthatom, mert a iskola padjai lettek ők is. Igen, közben bíztatnám azt a társadalmat férfiakat, hogy a pezsgőt bontsák fel és töltsék ki a porrakat, hogy valóban pohár közöntünk legyen, és látom már, hogy nekünk is elkészítették itt a pezsgőt. Valóban lehet, hogy célzás volt ezt, hogy elfelejtettük elmondani. Tehát a személyes megjegyzésem az lett volna, hogy az én gyerekeim is ebben az iskolában járnak, és ez egy nagyszerű dolog. Köszönet a 21 évvel ezelőtti iskola vezetésnek, és köszönet mindazoknak, akik az elmúlt 21 évben tettek azért, hogy ez a kezdeményezés hagyományá váljon. Végül utolsó megjegyzésem a színtársulat előadásáé, ami hozta megint a formáját, egy nagyszerű előadást láthattunk. És Bartók Bélának a gondolatai szavai jutnak eszembe, nevezetesen az, hogy Bartók Béla nem szerette a hangrögzítőre történő zenének a gyűjtését, ugyanis azt mondta, hogy olyan ez a hangrögzítőre történő zenegyűjtés, mint ha összehasonlítanánk a friss gyümölcsöt a konzervgyümölccsel. Ahogy fogalmazott, az egyikben van vitamin, a másikban nincs. És ezt láthattuk, hogy egy színi előadás, aminek részesei lehetünk úgy, hogy közösségként egyenesben látjuk a színpadi előadást, sokkal másabb, mint televízión keresztül megnézni. Gratulálok a színtársulatnak, és nekik is javaslom, hogy még legalább 21 évig maradjanak együtt. Köszönöm szépen! Most tisztelt hölgyeim és uraim, nem maradt más hátra, mint köszöntöm végén mindnyájunknak felhőtlen szórakozást kívánjuk ezen páratlanak ígérkező estén. Köszönöm meg tisztelő figyelmüket! Köszöntöm nézőket a Délinek Kulturális Központban. Hamarosan kezdődik a Györfi Bál, ami azt jelenti, hogy a Györfi Színtársulat bemutatta ismét a nagy sikerű előadását. Kovács Miklós igazgatóasszonnyal beszélgetünk. Nagy siker volt, hiszen ezt jelzi, hogy két előadás is volt. Számítottak erre? Igen, hiszen évek óta nagy siker övezi a Györfi Színtársulatnak a műsorait. Rendszerint két előadás szokott lenni, hogy senki ne maradjon ki, aki szeretné megnézni a műsorukat. És ebben az évben is sikerült mind a kétszer megtölteni a Délinének a színház, a mozitermét. Igen, a színház mozitát mindig éppen az az aktuális, aminek használjuk, de a földszinten voltunk, és most pedig fönn vagyunk a díszteremben. Nagyon sok támogatója van az iskolának, remélhetőleg sikerül megvalósítani a bál bevételéből az eltervezett ruhák megvásárlását is. Bízom benne, hiszen a tavalyi évünk is nagyon jó volt, hiszen amit elterveztünk, sikerült megvalósítani. A Kossuth térnek az udvarán egy igazi gyermekparadicsomot sikerült kialakítanunk, egy játszótér jött létre, illetve a József Attila út egy szám alatt a nyelvi labornak a teljes bútorzatát sikerült kicserélnie a bálnak a bevételéből. Elhangzott, hogy ez a 21. A 21 az egy nyerőszám, és Bánti Ildikó akkor igazgató kezdte el az iskolában ezt a bált megszervezni. Ma őt külön is köszöntötték ebből az alkalomból, de azért itt végignézünk a vendégeket, nagyon sok volt Györf is visszajár azóta.
igen, hál' Istennek kedvelt bálja ez a győrfiseknek, és tulajdonképpen egy találkozó is ilyenkor. Reméljük, hogy ma is mindenki jól érzi magát, és sok-sok adomány érkezik, és azt kívánjuk, hogy a 22. bálba is találkozzunk. Én bízom benne, hogy lesz 22. bál, és nagy szeretettel és tisztelettel szeretném megköszönni az adományozóknak az adományait, amit bízunk benne, hogy jó helyre kerül, gyermekeinknek a jövőjét fogja szolgálni. Köszönjük szépen! Én is köszönöm szépen! Gulyás Zsolt plébános úrral beszélgetünk. Gondolta volna, hogy ilyen sikeres lesz a mai produkció? Hát az előzményeket, ha nézzük, akkor úgy gondolom, hogy mindenféleképpen pozitív dolog, tehát azért az a elmúlt 20 év annak megvan a maga története, meg maga a maga hagyománya, de természetesen örülünk annak, hogy ez a 21. is a maga eredetiségével azt gondolom, hogy emlékezetes lesz, és hogy azt gondolom, hogy jó szívvel fogunk visszaemlékezni, mind a műsorra, mind pedig ami megelőzte ezt a bárt, hiszen előtte voltak a Györfi napok, amelyen különböző versenyek voltak, és a gyerekek szerepelhettek, és megmutathatták a maguk tudását. De mindenféleképpen reményre ad és bizakodásra ad okot, hogy a jövőben is tudjuk folytatni mindazt a jót, ami eddig már kialakult. És hát azért mióta egyházi fenntartás az iskola, azóta vannak azért újabb dolgok is. Azt gondolom, hogy ez is fontos, hogy megtartották a régi, jól bevált dolgokat, és az egyházhoz kapcsolódó új dolgok is vannak. Igen, tehát amikor elindult az iskola, akkor is ezt hangsúlyoztuk, hogy minden jó dolog, ami a közösséget, az iskolát építi, erősíti, az a szándékunk, hogy az a továbbiakban is megmaradjon és fejlődjön, alakuljon. Hiszen ahogyan a köszöntőmben is említettem, én hiszek a szélesebb összefogásban, és az, hogy itt vannak a szülők, volt tanítványok, a valamikori szülők, és azt gondolom, hogy valóban egy ilyen szélesebb támogatást láthatok és tapasztalhatok meg, ami mind-mind az iskolát szolgálja, és az iskolának pedig a főszereplői, a diákok, a gyerekek, akikért mindannyian felelősek vagyunk. Tehát az egyháznak is az a célja és feladata, hogy valóban kiteljesedett és boldog ember életnek az alapjait tudják lerakni ebben az iskolában. És ez tényleg így van, hiszen én is volt győrfisként, látom, hogy fölöttem végzettek korábban győrfisek is jönnek nagyon szívesen, és mindig öröm találkozni azokkal, akik már innen messzire elkerültek, de fontosnak tartják, hogy hazajöjjenek. Igen, én azt gondolom, hogy talán a volt diákok is büszkék az iskolájukra, és mi is büszkék vagyunk a volt diákokra, akik fontosnak érzik azt, hogy a volt iskolájukba ellátogassanak, és akár itt a bálban is a munkájukkal, a táncukkal, de bármivel segítik és támogatják ezeket a rendezvényeket. Tehát ez mindenképpen öröm, és számunkra is büszkeség, hogy jó szívvel térnek vissza a régi otthonukba. Én akkor azt kívánom, hogy legyen sikeres az a mai bál, és valósítsák meg az eltervezetteket. Nagyon szépen köszönjük, és bízunk benne, hogy az lesz.